Na átadom mindenki, Ray1, és ebben a mai videóban nem más lesz, mint azt fogom bemutatni, hogy hogyan tudtam elérni 4 karakterrel a rank 31-et. Hát nem teszem, mint ahogy ezt kitalálhattátok, ez még ugye a Spongebob eventben volt. Ugyanis az volt a tervünk, hogy felszálltunk volna 10 karaktert rank 32-re. Alapból ugye úgy volt, hogy már ugye az utolsó pár napban voltunk, ezért utolsó 10 órában voltunk, ezért nem sikerült titet felvinni, hanem csak 4-et, és ugye rank 31-re, ugyebár hát ennyi sikerült, de legalább ez is sikerült, ugyebár ezt a családos napon mentünk, és ugye a 4 egyik legbrukábbet vittük fel, ugyebár a Coltot, az 8-Bitet, a Bastard és a Meget tudtuk felvinni, és egyébként annyi, hogy olyan videóvágás közben vettem észre, hogy egyébként az 8-Bitet én nem vittem fel, az 8-Bit helyett én a Bibit vittem fel, úgyhogy ennyi mindegy. Egy randommal mentünk, ez egyik szintben azért volt, mert este felé volt és nem volt harmadik társadalmi, de egyébként amúgy egész jók voltak a randomok, viszont sokszor, és nyilván, hogyha jól mentünk, akkor play-agendelni szoktunk, nyilván, hogy az idióták sem maradhattak ki, viszont egész könnyen egyébként sikerült őket felvenni, mint ugye most láthatjátok, hogy az utolsó gémeket a rank 31-ből. Ugye nyilván ugye ez az összes rank 30-as, amely nekem volt, ugye csak ezzel sikerültek. Ezek mellett azt hiszem pedig, és ezekről azt hiszem több mint 40 karakter sikerült felvinnem rank 30-ra, ami azért egyébként szerintem egészen jó. Ja, és még ennyit akartam, hogy kikerült a második csatornámra, attól lesz egy morra egy új videó, amiben igazából arról volt szó, hogy miért égtem ki a játékba, ha gondoljátok, nézzétek meg, lent van a link a leírásban. Nyilván ugyebár ebből csak 2 volt az eventen kívül, viszont ugye nyilván az a jó, hogy ugye ez a rank 30-as tud, ez ugye ott lesz örökké az, amikor mehet, ha lebukott, ha nem. Én attól végül megpróbáljuk majd nem lelúzolni, nyilván mondjuk a rank 30-eseket nem tudom, hogy fogom fenntartani, de attól végül megpróbálok meglelúzolni. Igazából jobb, mint hogy hát jobb, hogyha megpróbálsz nem lelúzolni, mint hogy csak hagyod őket egyértelműen leesni, úgyhogy én ezt meg fogom nézni. Hát nem valószínűleg nem fogják meg sikerülni őket fenntartani, viszont még nem tudom, hogy hogy lesz. És egyébként ezek mellett majd ettől úgy, meg fog próbálni rank 30-ra pusolni, ugyanis ezt szeretném érni majd a 80k, mint látjátok, most sikerült a Coltot is felvinni. Ezt szeretném érni a 80k-t, mert ez a 80k azért, tehát ugye a 70k azért az már úgy jó, a 60k az már olyan kicsit alapabb szint, viszont a 80k-nál oda már azért kell, tehát hogy azt valaki meglett, akkor tudod, hogy azért, na, a 80k az így, na. Nem tudom egyébként, hogy fog sérülni, mert ugye most már nincs bent az event, egyébként az eventen belül lett volna jó elérni, és nyilván, hogy később kezdtük el, akkor ugye egy hétig nem játszottunk, viszont az, hogy egyébként ugye fontosan játszottunk volna, akkor szerintem simán meg lehetett volna nekem is akár a 80k, viszont attól függetlenül szerintem egyébként hamarosan meg lesz, már csak 2000 kupára, amikor ezt látjátok, már még közelebb leszek egyébként, de nyilván úgy, hogy fontosan mennek a napi sorszlipek, amikor pusolunk fölfelé, van amikor lefelé, de azt felejtsük el. Egyébként amúgy ott a broadball-ban azt látjátok azt, hogy ugye ugye mennyi kupán vagyunk, meg hogy egy mennyit nyertünk, meg hogy ugye mennyit nem. Igen, viszont látni tényleg ez a Buster brutálisan OP, mert sokszor ilyen double coldokat is kaptunk ki teammétnek, és egy kicsiket így, és egyébként meglepően élvezetes a játék, amikor egyébként nem élsz be az olyan karakterekkel, amikkel ugye hát lehet játszani, és nem fordítva történik meg amúgy, hogy meglepően élvezetes volt itt a játék egyébként, mondjuk itt mondjuk pont nem, mert ezek mindegy, de ugye minden látszítjátok, hogy meglett a Busterred is a 1050 kupa, ugye a rank 31, sajnos itt ugye most ez nem lesz egy első hely szerintem, de hogy már én sem emlékszem, hogy itt mi történik, igen, igen, azt mondom, hogy ez egy lose lesz. Ugye még leérlek azt mondom, és igen, így már nem kellek semmit sem. Ugye az az érdekes, hogy a Bastardre nagyon-nagyon könnyű volt felvinni, tehát meg a Colt-t nagyon könnyű volt. Szóval volt egy pár más karakter, megpróbáltunk, tehát azokkal meg már nem nagyon ment egyébként, annyira az az érdekes egyébként. Egyébként, hogy tetszik a videó, akkor megköszönöm, hogyha feliratkoznátok, úgyhogy hatalmas egyszerűen a 20 ezer feliratkozó, és mint láthatjátok, egyre közelebb vagyunk hozzá. Úgyhogy felettébb fura, amúgy elég is sokszor, hogy így hogy működik, amúgy a meccs végén, viszont mint lecsítétek, meg lett Bastard is a rank 31 és 9-es win streak volt, meg ilyenek voltak. Nyilván ugye ez annak volt köszönhető, hogy ugye legtöbbször jó randomokat kaptunk ki, és ha jó randomokat kapunk ki, akkor általában mindig play-agendelünk velük, és így haladunk tovább. Ezek már tudom, hogy egyébként az volt a taktikánk, hogy például a Bastardra mindig azt csináltuk, hogy leásoltuk az első teamet, meg ilyeneket, ugye Bibivel is ez volt a taktika, egyébként Bibivel is nyilván nagyon könnyű volt, viszont itt Bibivel már egyébként voltak lúzok, hogyha megfigyelitek, viszont gyors, hogy a Bibivel is sikerült, mint ott láthatjátok, hogy ott mindig mondom, hogy ott a valóban folyamatosan tudjátok követni, mi történt amúgy a másba, szóval ezért van rakva. Viszont láthatjátok, itt egyébként meghaltam, és hogyha esetleg, és hogyha én meghalok, akkor egyébként sokszor a team is megdöglik, ugyanis nyilván OP az 8-Bit is, meg a harmadikok is néha, viszont a Bibi az, aki egyébként igazán sokat ért általában, hogy a Bastard, úgyhogy hogyha esetleg ugye ők meghátrányos legyenek, és emiatt érte tud akár esetleg az 8-Bit, úgyhogy a Bibi az nagyon sokat ér egyébként, tehát hogyha triósodóban mentetek, akkor egy Bibit vagy egy Bastard, tehát muszáj volt, hogy valaki hozzon, mert anélkül a legtöbbször szopás van egyébként. mert ugye ezt nem mindig behozza, mindig beadja egyébként, és ugye ezért is volt jó sokszor randomokkal menni, mert ugye a randomoknál, ugye úgy viszont a randomoknál legtöbbször mindig valami Coltot adott, vagy valami Bastart, vagy valami Bibit, aminek köszönhető ugye mindig nagyon előnyben voltunk, viszont meglett a Bibi is, és mint a látjátok itt van a meg, az utolsó, akivel egyébként nem volt egyébként, ha megnézitek, hogy az mi történt, tehát vele már kezdődtek a dolgok, viszont szerencsére a megjelenés került elérni, és egyébként itt már felettébb, itt már egyébként már este felé vette az idő, na szóval itt már egyébként este fele volt, úgyhogy azért is lehet az egyébként, hogy itt már elkezdtük gyorsan kikapni, de látjátok, hogy majdnem most meghaltunk, mert rásnak, hogy a föntről bejönnek, éppen hogy valaki találni, nem tudom, hogy az amúgy kicsoda. Úgyhogy egyébként itt már kezdődtek a problémák egyébként, viszont még itt feltétlenül elszűnően sikerült, nézzétek meg most is ott 3-as winstreakben vagyunk lent, ez lesz ugye, a negyedik, hogyha ezt megnyerjük, ez szóval elég brutális, hogy hogy ment egyébként, és hogy mennyire könnyű egyébként ezekkel a karakterekkel játszani, tehát hogyha bevittek egyébként. Meg egyébként volt az, hogy egy csomó karaktert lehetett volna sokkal tovább is vinni, csak azért nem vittük tovább, mert azt lett volna a terem, hogy mondom, hogy ugye 10-et vigyünk fel, ugye 10 rank 31-es, és hogyha könnyen nem még, akkor rank 32-es, hogy 10-et felvinni, viszont hát ugye már az volt, tehát, hogy utolsó napon voltunk, és nem nagyon volt erre sajnos időnk, pedig nagyon lett volna, viszont figyelj, legalább 4-et feltoltuk, hogy igazából az is jó, az ikon is ott fog maradni örökre, az a rank 31-es ikon. És látjátok egyébként, hogy épp hogy csak pont túléltem a múltól, egyébként eléggé para volt ez is, még nem mondja meg, az ugye megformálni nélkül, hogy nem ér semmit se, és te fut casual vagy Bibi, viszont szerintem megvan a másik is, hogy egyetlen kupára vagyunk, szóval ez itt kérlek szépen mindjárt meg is lesz, hogyha minden igaz, hogyha a Colt nem rontja el, és ott is van, hogy sikerült a megát is felvinni, ott van az a szépség, amúgy alig nem is tettük be semmit, de azért, hogy ott van az a szépséges rank 31, meg lett a meggel is, és így feltétlenül durva elgondolom, hogy és mennyire könnyű volt azért fölhaladni, meg hogy mennyivel könnyebb a game, amikor nem temész ilyen szutyokszar karakterekkel, és amikor te vagy a domináns, hát ja, meg amikor nem kell randomokkal játsz egyébként, mert az is nagyon sokat segített, hogy ugye nem volt mind a kettő teammatem random, hanem csak az egyik, és így több volt az esély arra, hogy jót dobba, mint hogy rosszak nyilvánvalóan. Na de viszont ez a videó most ennyi lett volna, remélem tetszett, és srácok, jövő héten jön majd egy nagyobb videó, amivel több munkám volt, viszont itt van egy videó, amely több szerint tetszene nektek, szóval csak gondoljatok, tessétek rá, hogyha mi nem nézitek volna meg. Na de akkor, csőcső mindenkinek, csá-csá. És akkor annyit akartam mondani, hogy még bocsánat, hogy a vége fel, hogy ez az eléggé outdated, viszont el lett tolva jó sok hetet igazából, tehát gyakorlatilag ennek a videónak akkor kellett kijönni, amikor vége lett a Spongebob event. Igen, egy nagyon picikét el lett tolva, viszont remélem, hogy ez nem baj, és ettől függetlenül, hogy tetszett nektek. Tudom, hogy ez nem volt a nagyon durván túllítelve minden, de írjatok meg kommentet, hogyha esetleg szeretnétek volna még hasonló ilyen picikét csillesebb videókat, akár mint ez. Úgyhogy, ja, még ennyit akartam a vége felna, de igazából lesetek el a videó, most itt van a képernyőn, aztán ja, csöcsön mindenkinek, csöcső!